Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Eszti vagyok. Ti kértétek, hogy legyen angol tanulással kapcsolatos videó, illetve szoktam kapni egy csomó üzenetet azzal kapcsolatosan, hogy milyen módszereket ajánlok a nyelvtanulásra, illetve sokan írtok, hogy szeretnétek fejlődni, vagy jobbak lenni egy bizonyos idegen nyelvben, nem csak angolban, és ugye nehéz megválaszolnom mindenkinek ezeket az üzeneteket egyenként, mert nem tudom, hogy milyen szinten álltok, nem tudom, hogy hova akartok eljutni, vagy mi a cél. És mielőtt még belekezdenék ilyen videókba, ahol ilyen tanulásos módszereket osztok meg, arra gondoltam, hogy először csinálok egy olyan videót, amiben elmondom, hogy melyek azok a legtipikusabb hibák, amiket látok, hogy elkövetnek sokan, illetve nem is hibák, amik elkövetnek, hanem inkább ilyen hibás gondolkodás már, ami a nyelvtanulást illeti. Lesz szeretném szögezni így rögtön az elején, hogy nem vagyok nyelvtanár, úgyhogy nem kell készpénznek venni azt, amit mondok, viszont beszélek idegen nyelveket és tanítok is, ezért úgy gondolom, hogy hát ha tudok mondani valami olyasmit, ami azért segítség lehet. Kezdeném rögtön a legtipikusabb hibával, amit látok, hogy vagy nincs meg a kellő motiváció, vagy rossz motiváció van már, ami a nyelvtanulást illeti. Tehát elmondhatom szerintem manapság is, hogy a legtöbbetöknek, már ami így az üzeneteket illeti, illetve amit látok, hogy a legtipikusabb motiváció az a nyelvvizsga, ami egyébként nem rossz, tehát az ugye nyilván semminél jobb. Csak ugye a nyelvvizsga az egy ilyen külső kényszer, tehát hogy ott megvan az, hogy ugye ha gimnazista vagy, akkor középiskolás, akkor ugye a felvételi pontokhoz kell, hogyha egyetemistás, főiskolás vagy, akkor a diploma megszerzéséhez, vagy hogyha dolgozol esetleg mondjuk a közszférában, akkor ugye magasabb fizetéssel kompenzálják, hogyha van államilag elismert nyelvvizsgát. Tehát ugye a nyelvvizsga az egy tök jó dolog, viszont hogyha csak ez a motiváció, akkor ez mindig csak ilyen kényszer lesz, tehát leülni és tanulni. Tehát én azt mondom, hogy legyen valami olyan motivációd, ami picit ilyen belső, tehát hogy te igenis szeretnél megtanulni egy idegen nyelvet, vagy szeretném megszólalni más nyelven, mint a magyar, mert ugye nagyon sok szép nyelv van a világon, vagy mondjuk szeretnél utazgatni, és az miatt kell. Tehát, hogy legyen valami olyan, ami, hogyha leülsz, akkor esetleg valami élvezetet is találsz abban, hogy ezzel töltöd az idődet, és nem egy ilyen külső kényszer lesz, mert az hosszú távon tényleg nem fog, hát nem azt, hogy nem vezet eredményre, mert igen, csak nem lesz élvezetes. Aztán a második dolog, és szerintem ezt fogom a legrészletesebben kifejteni, az, hogy nagyon sokan szerintem el vannak tévedve, hogy hogyan lehet megtanulni egy idegen nyelvet. Tehát kezdeném azzal, akik azzal jönnek, hogy ők úgy szeretnének megtanulni egy idegen nyelvet, mint ahogy egy kisgyerek tanul beszélni. Na most azoknak rossz hírem van, mert hogy ez lehetetlen. Tehát, hogyha belegondoltok, egy kisbabának az agya, az most ez kicsit furcsán hangzik, de üres. Tehát ugye amikor ő meghallja azt, hogy beszélgetnek a szülei, meg úgy először elkezdi ugye az agya figyelni, hogy a beszédet, akkor az ő agya az teljesen üres, tehát minden, amit hall, az mint egy szivacs így magába szippantja, és semmihez nem tudja viszonyítani a hallottakat, tehát csak megjegyzi, és aztán később meg ugye ismétli. Na most ugye mi felnőtt fejjel nem tudunk itt tanulni, mert a mi fejünk már tele van mindenféle információval, tehát bármit, amit hallunk, látunk, azt mindig viszonyítani szeretnénk valamihez. Éppen ezért nem fogunk úgy megtanulni egy nyelvet, mint ahogy egy kisgyerek. De egyébként hogyha valaki azt mondja, hogy mert, hogyha én kimegyek külföldre, és akkor ugye hallom a beszédet, és elkezdek válaszolni, meg ismételgetni, akkor előbb-utóbb fogok beszélni. Ez igaz is lehet egyébként, tehát meg lehet tanulni esetleg úgy beszélni, hogy egy betűt nem írsz le, vagy olvasol, viszont ez nem fog megtörténni egy hónap alatt. Tehát, hogyha belegondoltok, egy kisgyerek is, hogyha onnantól kezdve, hogy megszólal, az a szint, hogy egy normális párbeszédet le tudsz folytatni egy gyerekkel, tehát amikor már egy szép kerek egész mondatokban fejezi ki magát, az csak ilyen 5-6 éves korára lesz. Tehát onnantól kezdve, hogy megszólal, és hogy szép teljes mondatokban beszél, az évek kérdése. Tehát, hogy ugyanez akkor, hogyha te kimész valva külföldre, tehát az oké, hogy elkezdesz ismételgetni, vagy csak így figyelsz és hallgatsz, de nem egy hónap múlva fogsz folyékonyan beszélni, ezt garantálhatom. Aztán van a másik dolog, ami nálam, hát mindig így kiveri a biztosítékot, vagy hát legalábbis muszáj forgatnom a szemem, mert én nem tudok napirendre térni e felett a módszer felett, ez pedig ez a
relaxációs technikák, tehát amikor azt mondják, hogy elmész, beülsz egy székbe, rád rakják a fülhallgatót, és akkor majd megtanulsz mondjuk németül, meg akármilyen nyelven. Na most, hogyha valaki erre szeretne 30-40-50 ezer forintot kiadni, akkor annak sok sikert kívánok, én ezt egy elég buta dolognak tartom, mert ugye a nyelvtudás az egy komplex készség, ami írásból, olvasásból, beszélből és hallgatásból áll. Tehát az, hogy én rám raknak egy fülhallgatót és ülök egy székben és mondjuk hallgatok valamit kínaiul, meg mondjuk elismétlem 15-ször, az tök jó dolog, lehet, hogy esetleg meg is fogok jegyezni mondjuk 10 mondatot, hogy hogy kell mondani kínaiul, vagy akármilyen nyelven, de hogy én ettől egy megrendelést nem fogok tudni leadni e-mailben, az is biztos. Tehát én azt mondom, hogy mivel annyira összetett készség a nyelvtudás, ezt csak úgy, mint ahogy logaritmussá álmunkban tanultunk számolni középiskolában, szerintem idegen nyelvet se úgy fogunk tanulni, hogy valamit becsukott szemmel hallgatunk, és akkor ilyen varázsütésszerűen majd így meg is marad, és emlékezni is fogunk, és attól én majd így fogok tudni kommunikálni emberekkel. Tehát hogy szerintem ezt is így el kellene felejteni. Aztán onnan jönnek még a másik ilyen módszerek, hogy mert hogy tévénézéssel, meg zenehallgatással, de most a tévénézés az olyan, hogy az nem rossz dolog akkor, amikor már egy bizonyos szinten vagy. Tehát akkor viszont nagyon-nagyon jó gyakorlásnak, de hogy a nulláról szerintem nem az a legjobb módszer, hogy valahogy megtanulja egy nyelvet. Én azt mondom, hogy nem. És akkor igazából úgy összefoglalóan azt szeretném még mondani, hogy ugye ez a nyelvtanulás egy picit nekem engem a fogyókúrára emlékeztet, ugye? Tehát, hogyha valaki leszeretne fogyni és megtartani az adott súlyt, akkor azt mindenki belátja valahol legmélyen, mindenki tudja reálisan, hogy ez csak is normális étkezéssel és rendszeres mozgással lehet elérni, ugye? Tehát, hogy ezzel nem találtam fel a spanyol viaszt. Mégis, mik a legnépszerűbb módszerek, a mindenféle csodatea, az ilyen fogyasztó tabletet, tehát bármi, csak ne kelljen diétázni, ne kelljen mozogni. És ugyanez a történet a nyelvtanulással kapcsolatban, tehát mindenki belátja valahol, hogy ez nem egy könnyű dolog, tehát hogy rengeteg időt, energiát kell befektetni érte. Mégis, mely tanfolyamok a legnépszerűbbek, tehát hogy itt nem kell szavakat tanulnod, itt nem kell írnod semmit, itt nem kell olvasnod semmit, itt egy percet nem fogunk nyelvtan tanulni, tehát hogy ezek az ilyen kiskapuk, tehát az ilyen módszer, olyan módszer, hogy mindent, csak ne kelljen az, hogy esetleg leülsz, és mondjuk napi x órát foglalkozol vele. Pedig el kell, hogy mondjam, hogy ez a, tehát egy használható magabiztos nyelvtudás csak így érhető el. Én úgy gondolom, hogy évek munkája, legalábbis az én esetemben az volt, tehát az a szint, ahol most tartok, az nem egyik napról a másikra született, hanem évek rendszeres munkájával. Aztán mondanám még egy másik hibának azt, hogy sokan kicsit még így fel is háborodnak, hogy egyes tanfolyamok nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a nyelvtanra, hogy én nem akarok nyelvtan tanulni, engem nem érdekel, engem hagyjanak békén az ilyen nyelvtani szabályokkal. Na most, tehát a nyelvtanra nem úgy kell tekinteni, mint valami szörnyetegre, hanem igazából az a legnagyobb segítség, tehát egy tök jó rendszert ad ahhoz, amit tanulsz. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy miért ne használnád ki azt a lehetőséget, amit a nyelvtani szabályok adnak, mert hogy szabályok, tehát hogy éppen ezért rendszer és segít neked. Tehát, hogyha mondjuk belegondolsz, hogy az olyan nyelveknél, mint mondjuk az olasz vagy a spanyol, ahol ragozni kell az igét minden igeidőben, mondjuk az angol az nem ilyen, de mondjuk olasz, akkor megtanulsz egy végződésű igét, és megtanulod, hogy hogy kell ragozni, tehát szó szerint úgymond bemagolod, hogy hogy kell ragozni. Miért ne tennéd? Mert hogyha azt megtanulod, akkor 500 másik alapigét is tudsz ragozni. Tehát, hogy innentől kezdve én azt gondolom, hogy tehát szerintem, hogy nyelvtan az kell, tehát hogy nehéz úgy tanulni igazából egy idegen nyelvet, és ez a baj, hogy sokan még a magyar nyelvtannal sincsenek tisztában, tehát hogy azért azt tudjuk, hogy mi az, hogy melléknév, határozó szó, ugye, kötőszó, stb., mert úgy azért nehéz elmagyarázni egy idegen nyelvi nyelvtani szabályt, hogy még a magyar se tudjuk. Én is azt mondom, hogy az se jó, hogy a semmi másról nem szól egy nyelvtanfolyam, csak a nyelvtanról. Tehát nyilván meg kell tanulni az arany középutat, de azzal nem értek egyet, aki azt mondja, és azokat a tanfolyamokkal sem értek egyet, amelyek azt hangoztatják, hogy itt semmilyen nyelvtan nem kell tanulni, mert szerintem nem hatásosabb egyáltalán, és megfoszt attól a lehetőségtől, hogy a nyelvtan, mint egy struktúra neked segítsen abban, hogy egy valamit megtanulva 100 másik dolgot is el tudjál mondani.
És akkor még további hibaként említeném, hogy sokan annyira félnek a hibáktól, hogy nem mernek megszólalni, illetve vannak olyanok is, akiket meg egyáltalán nem érdekel, hogy hibásan beszélnek. Na most megint azt mondom, hogy arany középút, tehát ezt muszáj megtalálni. Az téged soha ne tartson vissza attól, hogy megszólalj, hogy attól félsz, hogy rosszul ejted ki, vagy rossz nyelvtannal, vagy bárhogy csak rosszul mondod. Az nem baj. Egyszer, kétszer, háromszor előfordul, csak csináld. Viszont azt se tartom jó dolognak, hogy valakit nem érdekelnek a hibáit, tehát hogy nincs meg benne az a belső, nem is tudom, késztetés, hogy egyre jobb legyen. Tehát ez olyan, mint a főzés. Tehát, hogy lehet, hogy megtanulsz valamit főzni, és egyszer, kétszer, háromszor mondjuk elsózod, vagy odaég, vagy valami, de azért negyedjére, ötödjére már valószínű, hogy nem szeretnéd, és nem is fogod. Tehát én azt mondom, hogy mindenkiben legyen meg egy ilyen belső vágy arra, hogy egy idő után már pedig a hibákat kiküszöböljük. De azt szeretném mondani, hogy ez az elején még ne tartson vissza, tehát ne ez legyen a legfontosabb, csak azt, hogy tényleg csináld, megszólald, merjél beszélni. Szóval csak ennyit szerettem volna ebben a videóban, hogy egy picit letisztázzam, hogy melyek azok az ilyen leggyakoribb hibás, szerintem feltételezések, már ami a nyelvtanulást illeti. Tehát azoknak, akik ilyen csodamódszerekben gondolkodnak, én azoknak azt mondom, hogy szerintem olyanok nem nagyon léteznek, viszont következetes, kitartó, szorgalmas munkával bárki megtanulhat egy idegen nyelvet. Én személy szerint nem hiszek abban, hogy valakinek jó nyelvérzéke van, vagy valakinek semmilyen nincsen, mert azt mondom, hogy amit meg akarsz tanulni, azt meg is lehet, csupán elszántság és szorgalom kérdése, és éppen ezért egy legutolsó tippnek, vagy nem is ötletnek mondanám, hogy a használható nyelvtudás titka az a következetesség, tehát ugye, hogy minden nap az ember, ha nem is minden nap, akkor minden héten fordítson rá időt. Tehát ugye vannak ezek az intenzív nyelvtanfolyamok, amikor így 3 hónap alatt rázúdítnak mindent, hogy átveszitek az összes nyelvvizsga témát, meg minden témát ugye kiveséztek, megtanultok hozzá 500 szót, és akkor elmész nyelvvizsgázni, és akkor sikerül is a nyelvvizsga, csak annyira intenzív volt ez a 3 hónap, annyira sok mindent próbáltál ugye megjegyezni, hogy azért ez nyilván egyszerre túl sok, és ennek a fele nem is fog megmaradni, mert nem is fogod használni a felét sem. Tehát én azt mondom, hogy inkább legyen meg ez a minden nap egy pici, minden héten egy pár óra, hogy az ember saját magát szinten tartsa, és hogy mindig legyen meg benned az a vágy, hogy jobb legyél, hogy nyitott vagy, hogy hallgatsz ugye anyanyelvi beszédet, hogy olvasol újságot, tehát én azt mondom, hogy ez a hosszú távú sikertitka már, ami a nyelvtanulást illeti. Én köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tudtam egy-két új dolgot, csak hogy remélem, hogy meg tudtam osztani veletek hatékonyan a személyes véleményemet. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, tartsatok velem a következő videóban is. Sziasztok!